Köszöntöm kedves nézőinket! Orvosi körömvirág, latin nevén Calendula officinalis, ezt a Magyarországon széles körben használt gyógynövényt választotta névadójául a Calendula terv, ami délbékés problémáira keres megoldást. A Komplex Program operatív igazgatója dr. Malatyinszky Szilárd mai esti stúdió vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mik azok a problémák, amiket igyekeznek megoldani ezzel a Komplex Programmal? Ez a komplex program, ugye, mint a komplexitásából is adódik, egy átfogó rendszert képez délbékésben. Egy olyan kétjárásra kiterjedő program, amelyik igyekszik a fiataloknak az elvándorlását csökkenteni. Ugye ahhoz, hogy a fiatalokat vissza tudjuk csábítani, illetve az elvándorlásokat tudjuk csökkenteni, az nagyon sok tényezőre, nagyon sok munkára van szükség, és ezeket a területeket foglalja össze az a 16 munkacsoport, amelyben dolgozunk. Munkahelyteremtéstől elkezdve, mezőgazdaságon át, szórakozási lehetőségeknek a megteremtéséig nagyon sok területet átölel ez a program. Ezeknek a hiánya okozza jelenleg a délbékésből való elvándorlást? Ezeknek a hiánya is. Ugye a komplexitását adja az ennek a programnak, hogy a fiatalokra fókuszálunk. Azért a fiatalokra, mert a fiatalok adhatják meg azt a dinamikát ebben a térségben, amely a későbbiekben gazdaság fejlődését, a mezőgazdaságnak a dinamikusabb használatát és a magas hozzáadott értékű élelmiszereknek az előállítását teremtheti meg. Tehát fiatalok nélkül nincsen jövő, sem Délbékésben, sem Békés megyében, és azt látjuk, hogy nagyon sok fiatal hagyja el a megyét. Nagyon sok számuk. Ez azt jelenti, hogy durván 2000 fő az, aki elhagyja a térséget egy évben, és ez nagyon sok figyelembe véve az, hogy ezek a fiatalok, ezek munkahelyeket teremthetnek, ezek után a gyermekeket nemzenek, és velük együtt tudjuk ezt a térséget dinamizálni. Ők azok, akik az eszenciáját adják a társadalomnak. Nyilván, hogy utána előbb-utóbb belőlük felnőtt érett emberek lesznek, de azt látjuk, hogy nagyon nagy az előregedés a térségben, és csak úgy tudjuk ezt felhozni, hogyha ezek az aktív emberek itt maradnak, és segítik a térségben az összefogást és az egyensúlyt. A programnak az az alcíme, hogy a jövő Délbékésben épül. Nyilván ez a fő üzenete a programnak. Az első lépés gondolom a kommunikáció, ennek az üzenetnek a célba juttatása a fiatalok számára. Ezt hogyan sikerül elérniük? Igen, nagyon sok eszközünk van, amellyel sikerül ezeket az üzeneteket eljuttatni. A legfontosabb üzenetünk ebben a programban az, hogy egy élhető térséget alkotunk. Összefogással, közel 200 szakemberrel dolgozunk azon, hogy ezeknek a fiataloknak munkahelyük legyen, ezeknek a fiataloknak olyan élhető környezetük legyen, egy olyan portarendező programmal, amivel a településeket, falvakat, városokat újjá tudjuk építeni, meg tudjuk szépíteni, és egy olyan jövőt tudunk teremteni, amiben érdemes lenni, amivel örömüket tudják itt lelni, hiszen nagyon sokan azért mennek el középiskola, főiskola befejezése után, mert úgy érzik, hogy nem jó itt. Hogy egy jobb környezetet szeretnének, több szolgáltatás, magasabb szórakozási lehetőséget, több olyan programot, ami megjelenik. Szerencsére a program ezeket is figyelembe veszi, és például a hasznos szabadidő munkacsoport azon dolgozik, hogy ezeket az időket, amiket a fiatalok eltölthetnek, ezeket ne csellengéssel, ne különböző számítógépes játékokkal töltsék el, hanem valóban olyan lehetőséget tudjuk nekik adni, olyan tereket, olyan programokat, olyan összefogással kialakuló rendszereket, amelyben jól érzik magukat és örömmel lesznek itt. Ez a főbb üzenet a programnak. Honnan ered az, hogy Délbékés valahogy ebből a fejlődésből kimaradt? Ugye, hogyha valaki a Délbékésben lakó fiatal szórakozási lehetőséget keres, akkor vannak azért Békés megyében olyan gócpontok, ahol megtalálja a számítását, de ehhez nyilván útra kell kelnie. Miért van az, hogy Délbékésben, helyben nem nagyon találnak ilyen lehetőséget a fiatalok most még? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és több évtizedre visszanyúló kérdés. Ugye régen volt arról szó, hogy amikor döntéseket hoztak a megyében, akkor oda tették éppen Békés megyére, vagy a Viharsarokra a poharat, és onnantól ott fejlődés nem volt. Valahogy ez a Délbékés is ilyen terület. Szerencsére az elmúlt időben jelentős fejlesztések folytak,
akár az út felújítások kapcsán, akár közösségi szolgáltatások kapcsán, orvosháza kérdésében, mezőkovácsháza térségében, de most komplexen ebben a 27 településen igyekszünk egy olyan rendszert létrehozni, ahol összefogva ez a durván 100 000 főnyi lakosság egy olyan szórakozási lehetőséget kap, ami még nem volt Békés megyében, és bízunk benne, hogy itt tartja a fiatalokat és visszajönnek hozzánk. Nyilván ehhez nem kevés pénzügyi forrásra is szükség van, hiszen hogyha 200 fős szakértői gárda összeült, akkor még mindig csak elméletben van megoldás. Hogyan sikerül ezt a gyakorlatba átültetni, milyen forrásokat tudnak ehhez felhasználni? Igen, azt mindenképp el kell mondjam, hogy ez a 200 fős szakértői gárda, ez társadalmi hozzájárulásával tette meg ezt a munkát. Tehát mindaz a szakértői csapat, aki ebben benne volt, intézményvezetők, településvezetők, szakértők, azok mind-mind a saját idejüket felhasználva ingyenesen tették bele a munkájukat ebbe a programba, és szívügyük az, hogy Dél-Békés összeálljon. Ugye a kérdésre utalva, hogy honnan lesz ebből forrás. Ha igazak a számításaink, akkor egy komplex program az, ami meg tudja alapozni ezeket a fejlesztéseket. Hiszen külön-külön szigetszerű elképzelések azok eddig is voltak, és sokszor nem jártak eredménnyel. Ez az összefogás, ez lehetőséget ad arra, hogy mindazok az operatív programok, amik az Európai Unióban még rendelkezésre állnak, és ezek a programok kiírásra kerülnek, illetve a következő egy évben kerülnek kiírásra, igyekszünk ezeket a legnagyobb mértékben kihasználni, és azokat a programelemeket, amelyek ebben megjelennek ebben a programban, hozzátársítani olyan operatív programokkal, és nyilván a cégek számára, cégek irányából önerővel is ellátni, amelyek a fejlődés irányát meghozhatják. Tehát a pályázatok önerősek is, és EU-s pályázatok forrásából is táplálkoznak. Tehát több irányú az elképzelés. Ezek a pályázatok cégek irányából, önkormányzatok irányából és civil szervezetek irányából is megjelennek, de maga a komplex program teszi azt lehetővé, hogy egy magasabb fejlettségi szintet elérjen, és komplexitásában tudjon pályázni a térség ebben a két járásban. Nagyságrendileg mekkora összegről van szó, és milyen ütemezésben várható a megvalósulása? Úgy tervezzük, hogy 2020-ig kb. 150 milliárd forintos forrás fog érkezni ebbe a térségbe. Mint mondtam, ennek egy része EU-s forrás, a többi része pedig önerős. Azt tervezzük, hogy ezen idő alatt ezt az értéket beépítjük ebbe a térségbe, és fenntartható módon a gazdaságot elindítva, dinamizálva, utána már önerejéből tud ez a térség fejlődni, és a fiatalokkal egyre inkább visszatérve meg tud erősödni a térség olyan szinten, hogy saját lábakon, más források nélkül a gazdasági erőből képes önállóan működni, és azokat a szociális, közösségi elemeket működtetésben, vagy működtetve tartani, amelyek szükségesek ahhoz, hogy itt maradjanak a fiatalok. De hatalmas számnak tűnik. Nem tudom, hogy Dél-Békés életében volt-e már ehhez fogható hasonló beruházási intenzitású program? Dél-Békés életében nem volt. Én azt gondolom, hogy országban sem nagyon volt, ha csak egy-két nagy multinacionális céget nem látunk. Azt tudni kell, hogy ez a 150 milliárd forintos forrás, ez több elemből áll össze. Ebben vannak sportberuházások, vannak útfelújítások, munkahelyteremtő beruházások, több panelja van ennek a programnak. Ez nem egyetlen egy elem, hanem több dologból áll össze, de én azt gondolom, hogy ha megnézzük a közbiztonságot, megnézzük a hasznos szabadidőt, az egészségfejlesztési programokat, megnézzük a sportfelújításokat, azokat a kezdeményezéseket, amik mezőgazdasági termékeknek a hasznosításáról szólnak, gyógynövényeknek a hasznosításáról, turisztikai fejlesztésekről, ez az összeg, ez azt gondolom, hogy szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben úgy nézzen ki ez a két járás, ahogy annak ki kell néznie, és büszkék legyünk arra, 4 év múlva, hogy ezt elindítottuk, és ezt végre tudtuk hajtani. Nézzünk akkor bele kicsit részletesebben a program egyes elejébe. Talán a legfontosabb, vagy legérdekesebb és legtöbbeket foglalkoztató kérdés a munkahelyteremtés. Igen. A Dél-Békésben jellemzően jelenleg mezőgazdasági munkából élők dolgoznak, gazdálkodók vagy napszámosok. Hogyan sikerül ezt a jelenlegi megélhetési forrást átalakítani a munkahelyteremtéssel?
Ez nagyon jó kérdés, hiszen Dél-Békésben közel 6000 fő az, aki nem rendelkezik munkahelyjel. És ez egy iszonyú nagy potenciál ahhoz képest, hogy Nyugat-Magyarországon sokszor fejlesztéseket azért nem tudnak létrehozni, és pályázatokat azért nem tudnak elnyerni, mert nincsen humán erőforrás ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Tehát az első dolgunk az, hogy felmérjük azt, hogy kik azok, akikre építhetünk, ők milyen végzettséggel bírnak, és ők milyen módon képezhetőek tovább. A másik lába ennek a folyamatnak az, hogy nézzük meg, hogy kik azok a vállalkozók, akik szeretnének fejleszteni, milyen irányba, és mik azok az értékeink Dél-Békésben, amire alapozva ezt meg lehet tenni. Most úgy látjuk, hogy a mezőgazdasági irányultságban leginkább azon kívül, hogy a gabonanövények és ezeknek a minél magasabb értékű feldolgozottsági szintje megvalósuljon, azon kívül a gyógynövény egy olyan lába ennek a folyamatnak, amelyikre építve, hatóanyagtartalmat kivonva, turisztikába beépítve, kozmetikumokat elkészítve, minél magasabb feldolgozottsági szinten tudják elhagyni a megyét, és ezáltal sokkal több pénz marad itt, mint hogyha csak pusztán az alap élelmiszer, vagy az alap gabonaféle, vagy gyógynövény hagyja el a Dél-Békést. Tehát munkahelyteremtésről volt szó, ugye az a célunk, hogy olyan folyamatokat indítsunk el, hogy minél több élő munkát tudjunk beépíteni, és ebből a 6000 főből minél több ember meg tudja találni a lehetőségét. Éppen ezért nem feltétlenül azokra a folyamatokra törekszünk, hogy minél magasabb szintű gépesítés valósuljon meg, hanem hogy ha arról van szó, hogy a gyógynövényeket kézzel kell leszedni, kézzel kell válogatni, akkor ezeket a folyamatokat fogjuk lehozni a térségbe. De például a húsiparnál a sertések azok saját lábon hagyják el sokszor a Dél-Békést, és ezeknek is igyekszünk minél magasabb feldolgozottsági szintjét megtalálni, hogy minél több embert, minél több humán erőforrást tudjunk beépíteni, és ezáltal munkahelyet teremtsünk. Tehát a két panel, egyrészt felmérjük azt, hogy kik azok, akik itt vannak és munkát keresnek, milyen végzettségük van, milyen módon lehet kiképezni őket, a másik oldalon pedig felmérjük a gazdaság fejlettségét, azt, hogy kik milyen módon szeretnének fejlődni, és őket megtámogatjuk azokkal az EU-s pályázatokkal, amelyek a komplex programban megjelennek ahhoz, hogy minél több embernek tudjuk munkát adni. A térség humán erőforrás egyébként alkalmas erre a szemléletmódváltás? Ugye jelenleg főleg dinnyetermesztés, paprika, zöldségtermesztés, gabona termesztés folyik a térségben, tehát például a gyógynövénytermesztés még nagyon gyermekcipőben jár, amihez nyilván az oktatásra is szükség van, hogy az emberek értsenek a gyógynövénytermesztéshez. Alkalmas a délbékési régió ehhez a munkához, ennek az elkezdésére? Hogyha azt mondanám, hogy nem, akkor nem is lenne értelme, hogy itt beszélgessünk. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a délbékésiek akarnak dolgozni, természetes módon szemléletet azt kicsit formálni kell, alakítani kell. Egy más irány az embereknek az, amikor a gyógynövényben gondolkodnak. Más irány az, amikor abban gondolkodnak, hogy egy teljesen más műveletet kell csinálni, mint eddig. De én azt gondolom, hogy Dél-Békésben eddig is sok olyan élő munka volt, ahol ők saját maguk nagyon sok energiát tettek abba, hogy intenzív kultúrát hozzanak létre. Nagykamaráson például a paprika, paradicsom, de nagyon sok olyan kultúra van, amelyik sok munkát igényel. A dinnye is ilyen, tehát iszonyú sok energiát kell beletenni ahhoz, hogy a néhány hét múlva megjelenjenek ezek a gyümölcsök a piacon, tehát nem szoktak el a délbékésig a munkától, eszközöket szeretnénk nekik adni ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, hiszen ez hiányzott nekik eddig. Tehát meg szeretnénk tenni azt, hogy ezek az emberek ne abban gondolkodjanak, hogy az önkormányzat ad nekik pénzt azért, hogy éljenek, hanem hogy ők valóban tegyenek is azért, ez az eszközöket oda tesszük eléjük, és megteremtjük a feltételét annak, hogy ez az élő munkával valóban olyan hasznos munkát tudjanak teremteni, amire büszke lehet majd a későbbiekben. És ugye ez az, amire építeni akarunk, hogy büszkék legyenek arra, hogy itt legyenek Dél-Békésben, büszkék legyenek a térségre. Hiszen hogyha nem büszke egy fiatal arra, hogy hol lehet, akkor nem szívesen marad itt. Akkor hogy fogja gyerekének megmutatni azt, hogy méltó helye van itt ebben a térségben, és ne Szegeden, Debrecenben vagy Budapesten, vagy akár külföldön helyezkedjen el. Tehát ez a célunk. Nagy munka, nagyon sok idő, energia megy rá. Szerencsére nagyon komoly partnereink vannak ebben. Komoly partnerünk a Kodolányi János Főiskola, akinek a székhelye vélhetően itt lesz majd szeptemberben Orosházán.
nagyon nagy partnereink a cégek, vállalkozók, akik teljes vászélességgel beleálltak ebbe a folyamatba, hiszen nekik is érdekük az, hogy egy olyan folyamat alakuljon ki, amelyben termelni tudnak, amelyben alapanyaguk lesz, amelyben képezzük az embereket a számukra, és én azt gondolom, hogy egy ilyen összefogás még nem volt a térségben, amely a társadalom minden szereplőjét és a gazdaság teljes vertikumát magába foglalja és átöleli. Kik ezek a szereplők, akik részt vesznek ebben az előkészületben? Azt kell, hogy mondjam, hogy a 27 település a két járásban mindegyike támogatja magát ezt a programot. Vannak, akik a Délbékés Jövőért Szövetségnek a tagjai is, vannak, akik csak szándékukban értenek egyet a programokkal. Én azt gondolom, hogy nincs olyan település Délbékésben, amelyik azt mondja, hogy ez nem jó és nem támogatja. Tehát én végigjártam az összes polgármestert, jegyzőt, és azt mondták, hogy szándékában mindenki támogatja ezt a programot. Különböző eszközökkel tudnak hozzájárulni ehhez a folyamathoz, de mindenki beleállt ebbe, és azt mondja, hogy igen, összefogásra szükség van. Természetesen a településeken kívül, járásokon, községeken, városokon kívül vállalkozók támogatják ezt a programot. Most jelenleg hivatalosan deklaráltan a szövetségnek 31 tagja van, viszont várjuk még a csatlakozókat. Úgy tűnik, hogy jelentősen alakul és fejlődik ezeknek a száma. Olyan vállalkozók vannak ebbe a cégbe, akik milliárdos forgalmat bonyolítanak. Szándékosan nem kínálok nevet mondani, hiszen akkor kirekesztenék nagyon sokakat és sértődésre adhatok ott. De azt lehet mondani, hogy mögötte áll az összes olyan vállalkozó, aki meghatározó. Természetesen vannak olyan vállalkozók, akiket nem tudtunk még elérni, akiknek nem Békés megyében van a központjuk. De igazából az látszik, hogy nekik is nagyon nagy szükségük van munkaerőre. Szükségük van arra, hogy olyan képzett szakemberek legyenek, akikkel dolgozni tudnak, hiszen a legnagyobb gond az, hogy a munkanélküliek jelentős része az nem azzal a végzettséggel rendelkezik, amelyen munkát tudna vállalni, és keresik a szakembereket akár Orosházán, Kovácsházán, illetve a kisebb településeken is, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Ezeket a dolgokat is igyekszünk összehangolni. Partnerünk ebben a főiskola, az összes középiskola, ami a térségben van, általános iskolák, és azt látni, hogy a civil szervezetek is partnereink ebben. Tehát a civil szervezetek adják azt az alapját a programnak, ahonnan az ötletek jelentős része generálódik, hiszen náluk jelenik meg az a szabadidő eltöltés, náluk jelennek meg azok a hiányok, amit a formális szervezetek nem tudnak betölteni, és ők kiegészítik, igazából a sejtjeit adják a társadalomnak. Szerencsére őket is sikerült bevonni, és a munkacsoportokba nagyon sok civil szervezet, alapítvány, szövetség partnerünk és tagunk, ők adják azokat az apró ötleteket, amelyek a lakosságtól jönnek, azoktól a civilektől, akiknek az ötletei megjelennek, csak ugye nem kopogtatnak be hozzánk, nem küldenek el egy e-mailt azért, hogy tudják, hogy miről van szó, hanem elmondják nekik a panaszukat, sérelmüket, és így becsatornázódnak ebbe. Projektgyűjtő adatlapokat készítünk a különböző munkacsoportoktól, és ezekből a projektgyűjtő adatlapokból komplex programok állnak össze, programelemek, amit a pályázatíróinkkal összeállítunk egységes folyamattá. Tehát így néz ki ez a folyamat, utána ezek után a különböző projekt ötletek után hozzárendeljük a különböző operatív programokból az egyes forráshelyeket, és így kerül komplex módon ez a program benyújtásra. Tehát így épül föl a rendszer. Kíváncsian várjuk az eredményeket, és sok sikert kívánunk hozzá. Köszönjük szépen. És köszönjük, hogy elfáradt stúdiónkba. Kedves nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.